Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, ismét találkozunk, és fontos dolgokról beszélgetünk, a tanulságunkra fog szolgálni. Készítsük a szívünket az Úr igényének a hallgatására, befogadására. Fontos, hogy odafigyeljünk teljes szívvel, amit a Bibliából hallunk. A részkígyóról lesz szó. Részkígyó. Erről fogunk beszélgetni. Amikor Isten népe kijött Egyiptomból, tudjátok, talán emlékeztek rá, hogy a Vörös-tengere, hát ketté választva a Vörös-tengernek a hullámait, úgy vezette Isten a népét. Egy nagy csodát éltek át, hogy milyen hatalmas az Isten, hogy még a víz is visszavonul előlük. Azt gondolták, miután a túlsó partra éltek, hogy milyen jó lesz, milyen könnyű lesz minden, és hogy egyre több nehézség lett. Nem olyan egyszerű volt az út. Kemény volt az út, kevés volt a víz, kevés volt az ennivaló, meleg volt nagyon, ó, micsoda hőség volt, és a nép nagyon mérges lett, dühös volt, fenyegetőzte, elővették a korsókat, és mutatták, látod, Mózes, üres a korsó, nincs víz, nincs víz. Itt van ez a nagyobb korsó, az is üres. Nincs víz, Mózes, és te vagy az oka, szomjazó. Na meg, hát azt mondtad, hogy Isten gondoskodik rólunk. Hát hullik ránk ez a manna, vagy minek nevezik. Hullik ránk a manna, és hogy ezt esszük. Elegünk van már ebből a mannából. Manna reggel, manna délben, és manna este, és még álmunkban is mannát eszünk. Ó, Mózes, nem tetszik ez nekünk. És mivel hát a nép ilyen csúnyán viselkedett, és Istennel szembe fordult, hogy na Isten, hát, hogy higgyünk mi benned? És ez a Mózes, hát ez a nagy eszű, hát azt mondta, hogy a tejjel, mézzel folyó Kánaánba viszel bennünket, hogy nem is vizet iszunk, hanem tejet, hát itt nincs semmi. Jobb lett volna, ha ott maradunk Egyiptomba. Kár volt azért a nagy hűhóért, hogy áthozott bennünket a tengeren, és most itt vagyunk, itt fogunk meghalni éhen. Á, milyen Isten ez, aki nem törődik velünk. És amikor Isten hallotta, hogy az emberek ő ellene fellázadtak, és nem hisznek ő benne, rondán, csúnyán káromkodnak, csúfolódnak, Mózest is megvetik, gúnyolják, pedig szegény Mózes, hát azt tette, amit Isten mondott neki. Mit mondott Isten Mózesnek? Hozd ki népemet Egyiptomból, és vidd el őket az ígéret földjére, hogy legyen új hazájuk, ahol letelephetnek, és ott majd élhetnek boldogan. Isten tehát, amikor látta, hogy a nép morog, azzal büntette őket, hogy előmásztak innen-onnan a mérges kígyók. Csúszva, mászva jöttek a nagy kígyók, kitáltott szájjal, sziszegtek, a nyelvük is előre nyúlt,
és nagyon-nagyon villogott a kígyóknak a szeme is, és rárohantak az emberekre. Beleharadtak valakinek a nadrágjába, másnak a kabátújába, beleharadtak a kígyók is. Mindenki nagyon megijedt. Jaj, de megijedtek az emberek. És ezek a kígyók olyan erősek voltak, hogy rá is tekergőztek az illetőnek a karjára, a derekára, a lábszárára. Hú, de féltek a kígyóktól. Hát ugye mi se szeretnénk, hogyha egy kígyó ránk tekeredne, meg szembenézne velünk, és sziszegne ránk, ez nekünk se tetszene. Na de Isten nem nézi el azt, hogy mi csak úgy vétkezünk, hogy mi csak úgy szidjuk az ő nevét. Isten egy hatalmas Úr, aki a világot teremtette. Ez az egész világ, a csillagok, a nap, a hold, az égi testek, minden, a föld, a fű, a fák, az állatok, minden, minden Isten teremménye, Isten keze alkotta. És hogy egy ilyen hatalmas Úrral szembe nem lehet így szembefordulni, hogy szidom őt, káromlom őt, hogy kigúnyolom őt. Tehát Isten csapást mért a népre. Az előző alkalmakon szó volt arról, hogy a gonosz egyiptomiakra mért Isten csapást, mert gonoszok voltak. Most pedig Isten népe lett gonosz, és őt érte a csapás. Amikor az emberek ilyen szörnyű állapotba kerültek, hogy a kígyó megmart sok ember, akkor rohantak. Rohantak Mózeshez. Mózes nem marták meg a kígyók. Mózeshez rohantak, és emberek veszik körül Mózes. Mózes kicsit magasabb sziklán állt, és ott nézte az embereket, az emberek hullatták a könnyeiket, belátták azt, hogy gonoszul cselekedtek, hogy káromkodtak, és gonoszkodtak, és akkor oda mentek Mózeshez, akit az előbb még szittak, hogy drága Mózes, kedves kis Mózes, annyira szeretünk téged, imádkozzál értünk, mert hát belehalunk a kígyómarázsba. Jaj, Mózes, szállj meg bennünket, nem is olyan rossz ízű az a manna, ahogy mi mondtuk. Hát, meg tudjuk, hogy Isten azért majd csak gondoskodik rólunk, majd csak lesz valahogy. És Mózes akkor nagyon buzgóan imádkozott a népért, és hát az Úr lecsendesítette a mérges kígyókat. És ekkor Mózesnek Isten azt mondta, hogy fiam, csinálj rézből egy kígyót, formált ki azt a kígyót, tűzben kalapáld, és egyengesd, hogy olyan formája legyen, mint egy kígyónak, és egy nagy oszlopra, egy nagy, magas oszlopra szegezd oda a kígyót. Nagy kalapácsütésekkel szegezd oda a kígyót. És az emberek látni fogják, hogy a kígyó oda van szegezve az oszlopra, hogy a kígyó meghalt, a kígyótól nem kell félni, mert Isten szeret minket, és hogy megbocsátotta azoknak a bűneit, akik megbánták. És hát kalapált Mózes volt ott egy ülő, és akkor arra rátett egy ilyen réz anyagot, és abból formált
kígyót, és mindjárt oda is szegezte az oszlopra, és aztán azt mondta az embereknek, akit a kígyó megmart, akár a karjába harapott, akár a nadrágjába harapott, akár az alsó lábszárára tekeredett, és fél, most jöjjön, közeledjen ide, ehhez az oszlophoz, amin oda van szegezve a részkígyó. Higgyétek, hogy Isten megbocsátott nektek, és hogy a kígyó tovább nem árthat nektek. És az emberek csodálták, amit Mózes csinált, a részkígyót, és hogy gondolkoztak rajta, hogy hát mégis van Istennél bocsánat, hogy mégis megbocsátja a mi bűneinket. És hát a Mózes azt mondta nekik, hogy nézzetek föl hittel erre a részkígyóra, és éljétek át a szívetekbe, hogy Isten legyőzte ezt a részkígyót, és hogy nem kell tovább félnetek. Egy új nap kezdődik el most már, és hogy aki felnézett, az meggyógyult. Volt, aki csak az egyik szemével sandított, nem mert fölnézni. Volt, aki eltakarta az egyik szemét, és nézte, leste, hogy ha akik fölnéztek a részkígyóról, tényleg meggyógyultak? És látták, hogy egymás után gyógyulnak meg a betegek. És hogy egészen mindenki bátran felnézett a részkígyóra. És tudjátok, hogy a Bibliában is szó van arról, az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy majd őt is, mint a részkígyót, oda szegezik egy oszlopra, keresztfára, és ha valaki őrá feltekint, hogy az bűnbocsánatot kap, annak Isten megbocsátja a bűneit, aki hiszi Jézus Krisztusban, és a lelkében föltekint rá, hát hogyan is lehet föltekinteni Jézusra? Ugye régen volt a keresztre feszítése, de hittel, lélekben most is visszagondolhatunk arra, ami a Golgotán történt. És hihetünk, és kérhetjük, hogy Uram, bocsásd meg az én bűneimet, és tisztítsd meg a szívemet, és Jézus megbocsát, és megtisztít. Nézz fel te is hittel Jézusra, és a te szíved is boldog lesz. Az Úr szeret téged, keresd őt.